Szávusztok, szóval fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban megmutatok nektek egy revíziót. Egy 250-as KTM-nek, Zsoltinak a... Az XM-nek a revíziója. A régi gépinek, mivel garanciával adta el, úgyhogy kicsit megbontottuk. Mérünk rajta benzinnyomást, mérünk egy kompressziót. Megnézzük, a dugó milyen állapotban van. Hány órában van most összesen, Zsolti? 80 körül? 87 kéne legyen. Na jó, ezt csak beindítást, lássuk meg. Úgyhogy ezeket megmutatom nektek. És akkor most Zsolti filmez. Szóval, így néz ki egy kompressziómérő. Ezt be... Előtessük ide. Mit tudom becsavarni. Jó. Belémint. Levegőszűrő nem kell rá? Ne. Húzunk egy csőgázat. És az elindítót őrjük. Tökéletes kompresszió. Mondtuk, hogy 12,5. Csak annyi jó? Igen. Okay. Az egy jó dolog. Úgyhogy. Gyertya, az hogy nézett ki benne? Jó, rendben volt, de kicseréltem a gyertya 10 órával ezelőtt benne. Úgy gyertya adtettem volt. Jó. Tessék, lekapom a rezót. Következőben lekapjuk a rezót. Megnézzük maga a dugó állapotát, nagyjából hogy néz ki. Világítsak-e? Jó lenne, inkább én most kapcsolok egy izét. Itt benne, hogy hívják a hengerbe, világítsak-e? Nem kell ide, elég. Hüvely, az, nem tudom, látszik-e a videón, az erős szép állapotban van. Azt látom, hogy hónolás szépen látszik, kéne mozdítani a motoron, sebességbe tegyétek be, és húzzátok meg hátra. Fogjad a motort, hogy ne dőljön el. Szóljál mennyire kell. Szólok, óvatosan. Jó, jó. Még egy keveset, jó, még egy keveset. Hopp. Még óvatosan. Óvatosan. Na srácok, itt látszik, hogy lefújás nem nagyon van. Elé felé. Kövessük fejfelé, hopp, így. Amint mondtam más videóban is, hogy azokat a recéket, ha nézitek az oldalán, szép ez, szép. És láthassátok, hogy tévhittel ellentétben nem mennek soványon, mert az olaj az. Az ujjamat lássátok, ez szép olaj, úgyhogy az jó. Na, pakoljuk vissza, és akkor mérünk egy benzinnyomást. Szóval, srácok, ellenőrizzük meg az olajpompáját. Ezt hát még mutattam ilyen olajpompás ellenőrzést. Rádugjuk ide a... Lehúzzuk kopra a gázat, rádugjuk az ébresztőt. Dug rá. Így, halljuk, hogy felébredt a motor. Tartsuk a gázalót egy pár másodpercig. Utána pedig elengedjük, és halljuk maga a pompát, működik-e, viszont kell lássuk is innen, hogyha a gázat meghúzod, így, húzza meg a gázalót, fog látszódni is, hogy az olaj folyik-e be, úgyhogy lássátok ott a, hát nem tudom, mely a videón látszik-e. De látszik, hogy folyik le, igen. Jól van. Elengedhetem. Igen, elengedheted. Ennyi lenne a maga az olajpompa ellenőrzés. Most megmutassuk, mérünk egy benzinnyomást. Na srácok, mérünk egy benzinnyomást. Rácsatlakozunk maga a tankra. Az 3 baron felüli érték minden jó lesz. Úgyhogy egyet indítózunk. Úgy, lássuk közel 4-re. Engedem a nyomást, még egyet.
Úgyhogy közel 4 bar van, ez tökéletes. Ez 80 hány órában? 87-ben. Pompa működik. Mind láttátok, ha megnézitek a szervizkönyvet, maga az olajpumpácsát kell cserélni. Tévhit szerint 100 órában, 80 órában, hanem ajánlják, hogy cseréljen. Mi leszoktuk venni, kipucoljuk gyakori ellenőrzéssel, én ahányszóra levegőszűrőt cserélek, vagy pucolok örökké, megnézem a pompa működik-e, hátulról benézek egy egyszerű művelet, úgyhogy ezeket meg lehet oldani. Na srácok, átnéztük a KTM-et, mind láthattátok a dugót, benzinpompanyomást, olajpompát, olaj cserélődött benne, ezek átnéződnek futómű, első futóműbe, abba elkezdett olajozni, abba szimmeringek cserélődnek, olaj cserélődik, ami még szükséges ebbe a szűk 90 órába, kerékcsapat gyakorlat ezeket kicseréljük, már még az eredetiek vannak, picit lógnak, kapnak egy-egy rend utángyártott csapágyat szimmeringekkel, mert azt is érdemes cserélni a szimmeringet, maga a távtartót is annyira meg van rágva, mert bejut a víz a csapágyakhoz, az öli meg. Úgyhogy nagyjából 10 óra múlva fog kapni egy új dugót, nagyjából 100 órában lesz akkor, amúgy teljesen egy normális állapotú motor, nincsen ma természetesen kicsit ütött kopott, mivel olyan telepet jár, de mondtam, mechanikuson kell, ezek a gépek mechanikuson kell nagyon ott legyenek, mert hiába csicsázod. Hát természetesen jó, ha csicsázod, de előbb-utóbb egyet-kettőt kap rendeset, úgyhogy nem nagyon látom értelmit, hogy minden második motrozáson a plastikokat cseréled, meg ilyesmi, viszont mechanikuson toppon kell legyen. Egyéb különösebb problémát nem fedeztünk fel rajta, mondtam, normálisan, mert nem nincsen gond vele. A Traxi is bírja, mivel eleinte csináltuk a Traxis videókat, még az van benne, úgyhogy bírja maga a Traxi is, és nagyjából ennyi lett volna ez a KTM-es. Megnéztem, aztán megígértem, csinálok egy teszteres videót, erről nem csináltam. Rátettem a Csimma OBD átalakítón van, OBD-vel megnézem maga a szenzorokat, hőmérséklet szenzorokat, a nyomás szenzorokat, a TPS szenzornak látom az értékét, ilyen apróságok, de ezekre kiadja maga a bordik is a hibát, úgyhogy az nem szükséges, hogy legyen. Jó, ha van, de nem szükséges, úgyhogy ennyi lett volna, és szervusztok!